No, hát egy kicsit megedzük a has és tartó izmainkat Haraszti Péter segítségével. Szép jó reggelt, szia! Mindjárt vetődik a kérdés. Tartó izom, az az úgynevezett központ? Igen, akkor ugye korizmoknak is hívjuk, ami ugye a központot jelenti. Igazából most leegyszerűsítve megmutatom, hogy az embernek erről a részéről beszélünk. Itt a köldök és hátul az ágyéki szakaszról beszélünk, ami szerintem a legfontosabb a mai világban, mert ugye az emberek, hát így 60%-a, 70%-a ugye ülőmunkát végez. És ezzel ugye egy olyan tartást vesz fel, ami ugye egészségtelen a gerincnek. És így az ülés által ugye terhelődik az izom, és el is gyengül. Meg is a gerinc ugye terhelődik, és ezáltal kell az izmokat, és emiatt kell megerősíteni ezeket az izmokat. Jó, mondjuk Anettnek bika erős a tartóizma, de pont ezért fogja ő... Szerintem pont a tartóizmom a leggyengébb. Tényleg? Hogy csináljam én? Annyira fáj mindig a hátam, meg annyira amúgy tudjuk rosszul tartom magam, hogy valószínűleg ha azt megerősíteném, már előrébb lennék. Igen, igen. Már erősítsünk. Azt ugye fontos tudni, hogy az izmokat azért erősítjük, hogy minél kevesebb legyen munkátok. Ja, igen. Meg hogy erősek legyenek. Meg hogy igen, erősek legyünk. Igen. Jó, hát akkor én kezdeném is egy hasizom gyakorlattal. Megkérlek titeket, hogy akkor hát te is azért. De hát ez persze egy olyan meló, hogy itt bizony. Várjál, mutasd, hogy mit csinálj, mert itt onnan tudjuk, hogy kell helyezkedni. Jó, itt bocsánat. Aha, tehát hát, jó, akkor mi... Igen, ide lefekszünk a hátunkra. Jó, megkérlek titeket, hogy akkor lent a talp, tarkón a kéz. Ja, ja, nagyon rutinosan, megoldom. Én meg akkor ide ülök így. Igen. Arra kérek, hogy nyisd ki a könyöködet, emeld ki az állat, és a nyakad nagyon fontos, hogy lazítsd el, hogy ne feszüljön. És innen a lapockát megemeled a földről, és tartod fönn 2-3 másodpercig, és majd visszaenged. Ez a hasprés? Ez a hasprés, igen. Hát ez ezt a részt erősíti, ezt a igen, gyomor. A felső részt. Jó, és az a fontos, hogy mindig fönn megtartod, visszaengeded. És utána, hogy egy picit nehezítsük a feladatot, emeld fel a két talpadat. Azt a Gergőt csinálja. Jó, csinálom, gyere, hadd segíts. Gyere, Gergő. Ebben a korban már így... Tudod mit, Gergő? Legközelebb egy szoknyát kérek neki. Én ezt mindig akartam, hogy így... Fönn a két lábad, gyere a két kezedet légy szóval, és nyújts ki fölfele. És itt az a lényeg, hogy megint fölemelkedsz, és vissza. Jó, hogy nyúlsz a kezeddel a lábfejeid irányába, és fontos, hogy utána vissza ököltartásba? Nem, ezt csak én szoktam, a megszokás. Mindig egy kis koreográfiát beleteszek. Azaz. És fönn megtartod, számolsz 10 másodpercig. Tartod még, folyamatosan figyelsz. És ez a hátfájásra is hatással lehet? Igen, mert a hasizom nagyon sok terhelést átvesz a gerincről, és hogyha a hasad, ugye nem csak az a lényeg, hogy ugye nyára kockás legyen, hanem azért is fontos erősíteni, hogy egy terhelést átvegyen a hátizomtól meg a gerincről is. Uh-huh. Igazából ugye nagyon sokszor elmondták már itt is különböző kollégáit, hogy azért kockás nem attól lesz a has, hogy mi haspréseket nem végzünk, csak, hanem igen, az a diéta, tehát ott főleg az egy kajáról van szó. Hát igen. De ezzel ugye az előbb a központot említetted, ami ez a rész. Is. Most ez a rész is, ja értem, igen, mert ugye igen, most a haspréssel ezt a részt, tehát igen, pont egy föntebbi részt erősített. És akkor mennék is tovább. Menjünk lejjebb, jó? Menjünk. Igazából én azt csinálnám, hogy szépen átfordulnék a hasamra. Jó, forduljunk át. Ez elég bizarrul hangzott, nem, hogy gyere Peti, menjünk helyen. Igen, megfordulok így, jó, hogy a igen, fejtetőmet lássák. Igen, ide lemegyünk. Jó, annyit kérek tőled. Tudod, szépen én elkezdtem csinálni a gyakorlatokat. Igen. Jó, ide guggolok, nézd. Nézd, ide guggoltam. Jó, annyit kérnék, hogy leteszed a két alkarodat, a könyököd a vállad alatt, innen megemeled a medencédet, és tartod. Jó, itt nagyon szépen tudod tesztelni azt, hogy ezek a tartóizmok, a kórizmok mennyire erősek. Feszíted a hasad és a fenekedet. Aha. Jó, innen, ha egy picit akarsz nehezíteni a dolgon, fogod, és kiemeled a jobb kezedet. Húha. Majd ezt Gergő, én is megcsinálom utána. Ja. Kiemel, és vissza. Nagyon fontos, hogy itt ne forduljon el a csípő, és a medencét tartod. Szépen felvált, vagy csináld. Utána leteszed, és egy picit pihentest, leteszed magad vissza, és pihenő. Na most egy picit mutatnék feladatot, hogyha jó, várjál, akkor gyere. Hátizomra mutatok egy kicsit. Várjál, ezt a plenketnek ki akarja próbálni, aha, szerintem az. Igen? Mutathatok még feladatot? Mutathatsz. Jó, akkor gyere, légy szíves. Majd otthon kipróbálom a plenket. De most még az jön. Gyere, még egy plank variációt mutattunk. Ugyanúgy alkartámasz, kiemeled. És innen annyit kérek, hogy váltott láb emelés. Egy ilyen 20 centit emel, és vissza. Emel, és visszarak.
Az az. Ha. Jó, itt fontos, hogy feszíted a combodat, a fenekedet és a hasadat. Ezeket milyen itt gyakran kell, ezeket amúgy minden nap érdemes végezni, ezeket a gyakorlatokat? Pihenőbe. Én ajánlani szoktam, hogy azért egy héten négyszer ezt nyugodtan csinálhatjuk. Egy picit menjünk az egyik szakaszra rá, a hátizmon. Hátizomra. Jó? Ez most a hátizmon volt? Nem, ez a törzs. Itt most itt minden dolgozott. Mit fájt? Minden. A vádlid vagy mi? Minden fájt. Az jó. Na, menjünk egy kicsit úgy, hogy elhelyezkedek. Előre kinyújtod a jobb kezedet. Az igen. Hátul a bal. Amikor megemeled szépen a mellkasodat, jön egy kézcsere, és elő. Lepofozlak téged. Az nem baj. Innen be, de nyugodtan csehetod, hogy behúzzak. De fel kell emelkednie. És vissza, és megemeled a mellkasodat. Ja. Megemel, és vissza. Ez egyéki szakaszt erősíti. Ebből érdemes megcsinálni mondjuk egy olyan kezenként, mondjuk egy ilyen hatot. Megcsinálunk. És vissza. Jó, menjünk egy picit tovább. Tarkóra teszed a kezed. Ezt igazából én nagyon viccesen úgy szoktam hívni, hogy a cápa. Fölemelkedsz, és elnézel jobbra, kinézel vissza, és leengedsz. Miért cápa? Azért, mert kikukucskálsz itt, mint egy mert kis most cápa. A cápa nem tudja mozgatni a fejét. Hát gyerünk, ne kötelj egy mert. Mindjárt cserélünk. Figyelj, hogy van a pérón, könnyen vagy. Jó, könnyen dolgozik. És visszara. Jó, gyertek, megmentelek titeket. Jó. Egyébként mennyit pihenjünk, milyen szériákban csináljuk ezeket a gyakorlatokat, és amikor valaki még nem elég edzett, akkor inkább a pihenést nyújtsa meg, vagy pedig az ismétlés számot vegye vissza? Én azt szoktam javasolni, hogy az ismétlés szám maradjon, és inkább az pihenjünk mennyi? Közte. Itt feladatonként azt ajánlom, hogy itt egy 12-es, 4x12-t csináljuk a feladatokból. Nem tudom, 4x12. Ez egy ilyen bűvös. Ez egy bűvös szám, igen, nálunk itt egy. Nem lehet mellé nyúlni. Szóval, hogy ezt tartsuk, és viszont úgy van, hogy ha menet közben elfáradsz, akkor inkább pihenjél, mint az, hogy túlerőltesd magad. Mondjuk, hogy a menet közben vagy, és van még hátra 7 darab, nyugodtan pihenj 10 másodpercet. Igyál egy sört, szívjen egy cigit. Hát azért azt nem. De hogy ne az egy, hogy lesérülsz. Sütit bedobok a persze, jó sütit, igen, mindig az a legjobb, így karácsony után, de pláne meg újja után. Jó, és akkor eznek tulajdonképpen látványos eredménye is van, vagy ez azért olyan izmokat erősít, amelyek azért itt a zsírpárnákon belül találhatók? Is, hogyha az ember azért ugye rendszeresen mozog itt, azért ezt meg kell említenem, hogy az, hogy a heti rendszeresség az a 3-4, ugye én arról beszélek, annak igenis vannak látvány, szóval látszik is az emberen, de nem azt jelenti, hogy rögtön, egy hét után, hanem azért ennek van egy fokozatosság elve. És ugye ezért is csináljuk, én azt mondom, hogy aki egyszer-kétszer már megcsinálja egy héten, az már nagyon nagy haladás a mai világban. Hát, pláne, hogyha rólam van szó, akkor igen, ha már megcsináltam otthon egyszer, akkor már ez nagyon nagy haladás. Nem tudom, hogy csináltam, hogy ilyen csinos vagy, de komolyan. Iszonyatos genetika. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Na, hát akkor plenkelgetünk tovább. Hello, hello, szia!